Sándi Gyula a magyarországi evangélikus templomépítészet legtermékenyebb és meghatározó építész egyénisége volt, egyúttal tagja is a magyarországi evangélikus egyháznak. Több mint 60 templomnak a tervét készítette el. Ezeknek a templomoknak jellemzője egyrészt a konzervativizmus, amely az alaprajzokat a középkori típusú plébánia templomhoz való vonzódást jelenti. Másrészt az a formavilág, amely erdélyi és a felvidék reneszánsz építészetét jelképezi. A nagytarcsai evangélikus templom egy kis domboldalon helyezkedik el, homlokzati középtornya rendkívül hangsúlyos. Ez a torony jelképezi azt a erőt, amelyet Luther Erősvár a mi Istenünk című indulószerű énekében megfogalmazott, és ez a Sándi templomok egyik alapeleme. Bejárata a középkor leegyszerűsített és letisztult formáit mutatja. Egyrészt a csúcsíves, bérletes bejárat, másrészt a bejárat melletti két igen tömör kőoszlop, amely a várszerűséget emeli ki. A templom homlokzatainak középkor formavilága jelenik meg, egyrészt a támpillérek alkalmazásában, másrészt a lőrésszerű és sokszor csúcsíves formában megjelenő ablakokkal. Ezek a virágos, növényi indás motívumok a reneszánsz formáit jelentik. A templomok alaprajzi kialakításánál Sándi a hossznégyszög oblongum formát kedvelte, ehhez gyakran félköríves szentély párosult. A középkori formákhoz szorosan kapcsolódó fiatorony itt egy sajátos formában jelenik meg. A fiálés végződés helyett itt Mózes kőtábláit láthatjuk a támpillérek tetején. A templom torony pártázatos végződésű, ez a pártázatos végződés a felvidéki reneszánsz formáira utal, és a 20. század elejének és nemzeti kistorizáló törekvésének a Lechner Jenő által megfogalmazott felvidéki pártázatos reneszánsz stílusnak egy emléke. Sajátos szemszimbolikát jelképez. A 12-es szám, a 12 pártázat az apostoloknak a számát jelképezi. A 4 sarok elem a 4 evangélistát, ez egyébként Sándi más templomtornyain is megjelenik, és a templomnak a középső része, a toronysisak pedig a megváltóra utal. A toronysisak kupolás végződése a 19. század formáit juttatja eszünkbe, míg a nódusz helyén megjelenő csillag a betlehemi csillagot, a kereszt pedig a megváltást jelképezi. Egyrészt a történeti formák letisztult alkalmazásában, másrészt a korszerű technikai megoldások összhangjában rejlik ennek az egyháza iránt odaadó hűséggel ragaszkodó és sokat dolgozó építésznek a sikere, és ez munkájának maradandó értéke.